Igen. Jó napot kívánok, én a bringából hívom önt. Kerékpárszaküzlet, ön ugye Tanita. Igen, igen, igen. És vett nálunk egy biciklit. Igen, igen, igen. Most az a helyzet, hogy nálunk a következő történt, hogy kiderült, hogy jó pár kerékpár lopott. Hoppa. És a rendőrségen pedig, hát ezeket most vissza kell szolgáltatni, illetve azokat a bicikliket, amiket nem akarunk visszaszolgáltatni, arról le kéne, amiket ha nem szolgáltatjuk vissza, le kell vakarni róla a márkajelzést. Jézusom, és akkor most mit kell tennem, vagy? Hát annyi, kimegy két kolléga önhöz, és levakarják a márkajelzést, ennyi, hát és márkajelzés... Már itt az, hogy levakarják róla. Igen, igen, hát az nem lényeg a márka, szerintem a lényeg, hogy a bicikli az jól megy. Azt, hogy hát oda mennek egy csiszolópapírral, egy fél perc alatt megvannak. Hát azért az, hogy elég bután néznek, és elnézést. Hát akkor hogy bután néznek? Nem azért, de hogy néz úgy ki a biciklit, mindenhol rajta szerepel ez a k***s Ágnes név. Hát azokat szépen levakarjuk csiszolópapírral. Hát ennyi. Most ez komoly, vagy ilyen átverés valami? Nem, tényleg ez van, mert különben be kell szolgáltatni a biciklit. Tehát most választhat, hogy vagy azt mondjuk, hogy lopott, és akkor ön elviszi, vagy pedig le kell a márkajelzést vakarni. Hát nem én tehetek róla, nem én loptam, nem ön lopta. Vagyis hát úgy néz ki, mint hogyha én ezt így annyira nem szeretném, tehát őszintén megmondom, soha életemben nem volt ilyen drága biciklim, tehát hogy ilyen komoly biciklim, és nem szeretném, hogyha úgy néznek ki, amiről levakarták a nevét. Hát de ez így legalább még... Engem zavarna. De így még komolyabb, mert nem k***z meg ilyenek, hanem egyszerűen csak úgy létezik a bicikli. Én ezt nem így gondolom. Vagy pedig azt lehet még, hogy levakarjuk, és utána fölírja ön filztollal, vagy ott a kollégák fölírják, van egy-két kollega, aki egész jól írja. Ez most nem, akkor... ez most tényleg komolyan mondja, amit mond. Hát azt mondjam, értsen már meg, vagy be kell szolgáltatni, tehát akkor vissza kell adja, vagy be kell szolgáltatni, és még örüljön, hogyha nincsen per. Mert akár mondhatnánk azt is, hogy ön lopta azt a biciklit. És nekem akkor nem van róla, hogy megvettem a boltba. Hát persze, papír, az bárkinek van. Én ezt a biciklit azért vettem meg, mert ezt a márka nevet akartam a biciklimen. Persze, hát én értem, de én meg nem tehetek róla, hogy lopott, jó, eladtuk magának, hibáztunk, most így járt, ilyen az ország, nem tehetek róla. És akkor valahogy... nem lehet visszacsinálni a dolgot? Tehát én nem szeretnék egy olyan biciklit, amin filctollal szerepel a Kelisnél. Tehát nem azért fizettem ki 110 000 forintot, ami nekem nem kis dolog volt összegyűjteni ennyi pénzt, hogy legyen egy ilyen biciklim. Jó, de maga is megérteti, hogy én meg végre beszettem 110 000 forintot egy ilyen bicikliért, tehát most nem fogom ezt önnek csak úgy ajándékba odaadni. Tehát, mert nem azt mondom, én kifizettem. Hát kifizette, csak ez a pénz, erre nekem is szükségem van, tehát örülök, hogy megkerestem. Úgyhogy oda megyünk, lecsiszoljuk, magának se kell visszaadni, én is jól járok. Ez szerintem hát egy nem, igazán nem korrekt, korrekt, becsületes, őszinte, egyenes megoldás, ez így. Egyszerűen le van csiszolva és kész, hát ennyi. Most ugyanúgy lehet tekerni, nem visszük el a váltóját. Nem érti az egésznek a lényegét, tehát azért gyűjtöttem ennyi pénzt, hogy egy biciklim legyen, nem pedig, mikor megyek vele, akkor látják, hogy Ócskavason ülök, mert nincs még egy nevese neki. Hát de ön szerint a név az attól Ócskavas, vagy attól, hogy összerakja. Nekem számítanak rajta, ennyi. Hát most akkor mi lesz így? Akkor én most, nem tudom. Most mondjam azt, hogy a név kötelezés, én Mogás Dániel vagyok, és ez a Music FM. És egy átverésnek a részese lett, amit megrendelésre készítettünk. És kicsoda kérte? Mindjárt mondom a nevét, Edina. Komolyan. És Norbert, úgyhogy köszönje meg nekik. Ön is visszaszívhatja. Sikerült, teljesen mértékben sikerült. Igen, de hát szerintem jó lett. Egy pillanatig felmerült bennem, hogy valami becsapós, de nem értettem a lényegét először a dolognak.